Megporzási paradicsom. Pollen paradicsom, nektár paradicsom, látszik is, rengetegen dolgoznak itt a articsókának a virágzatában. Itt még nagyobb a nyüzsgés. Mindenki igyekszik a nektárt gyűjteni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A növények a csalogatás művészei néha. Milyen trükköket dobnak be? Nézzünk meg egyet-kettőt, aztán majd még folytatjuk. Mi a cél? A cél az, hogy a virágpollen célba érjen. Hogy a megtermékenyülés megtörténjen, hogy a mag és a termés kialakuljon, illetve hát a nyitva termőknél még maga csak a mag. Ez történhet a szél segítségével, akit néha besegít nekünk, de általában rovarokkal vagy különböző állatok segítségét szokták kérni a növények. Kérni. Először is felhívják magukra a figyelmet, erre számtalan példát látunk, hogy milyen trükkökkel nagyítják meg magukat a virágokat vagy a virágzatokat, és a pollen, elszállításakor vannak még plusz csalogató berendezések is. Most megnézzünk ezek közül. Ezek közül a csalogató berendezések közül megnézzük most az ernyősöket. Az ernyősök esetében azzal találkozhatunk, hogy ahol a termés van, ebből lesz majd az alsóállású magházból a termés, e fölött van egy, ahol a két bibe található, az alatt van egy csillogó felszín, egy jelentős csillogó felszín. Ha megnézzük, innét erednek majd a porzók, ugye? És ez a csillogó felszín, ez nem más, úgy hívjuk, hogy bibebánkos, ami egy nektárium, és ez messziről még plusz csillogással csalogatja ide a rovarokat, és ahogy itt keres a nektárium után, ahogy gyűjtöget, közben hozzáér a porzóhoz is, és a pollent is magával viszi. Nézzünk erre egy izgalmas példát, nagyon-nagyon tetszik, ahol néhány rovar, főleg darazsak, hogy gyűjtik egy ernyősről a nektárt. Nagyon jól látszik az ernyő virágzaton, hogy a külsők jelennek meg először, és a legbelső később. Várjuk a nektárgyűjtő darazsat is. Megjött egy nektárgyűjtő. A bibe vánkoson halad végig. Még a legyek is látogatják. A szorgalmasan keresgélő darázs. Minden egyes virágot végigjár. Természetesen nekünk ez a nektárgyűjtés nem haszontalan, hiszen ebből lesz majd a csodálatos méz a méhek segítségével. Hát izgalmasan várom én is, hogy milyen ötlettel, vagy milyen ötlet lesz a következő. Nagyon izgatott vagyok, de hát mindig segítenek ilyenkor, amikor elakadnék maguk a növények, vagy éppen amit akkor látok, vagy éppen per pillanat felfedezek. Úgyhogy mindenkit szeretnék meghívni majd még a többi ilyen felfedező kis utunkra is, hogy minél többet tudjunk meg erről az izgalmas területről. Köszönöm szépen! Thank you.